10 éves jubileumát ünnepli a Máltai Szeretett Szolgálat Jukku Völgyi programja. Az évforduló alkalmából szakmai napot szerveztek, ahol bemutatták, milyen tevékenységet végeztek a területen, és a 10 év alatt milyen változásokat értek el a térségben. Jukku Völgyben körülbelül 3-4 ezer, jórészt halmozottan hátrányos helyzetű ember él. A Máltai programjának elsődleges célja az volt, hogy a területen közösség alakuljon ki. Képek a Jukku Völgyi Közösségi Ház életéből. A Máltai Szeretett Szolgálat 2014-ben éppen 10 éve indította el jelenlét programját a területen. Az évforduló alkalmából szakmai napra invitálta együttműködő partnereit. A résztvevők az elmúlt 10 év tapasztalatairól hallhattak előadásokat, honnan indultak és mit értek el programjaikkal. Csehely Tamás, a Szeretett Szolgálat regionális ügyvezetője, az első találkozásokat idézte vissza az itt élő emberekkel. Amikor megjelentünk, az volt az elsőleges cél, hogy kinyissuk a kapukat, bejöjjenek az emberek, kezdjék el használni a házat, aztán majd kezdünk velük valamit. Ők befogadtak minket, mi is befogadtuk őket, és elindult valami közös dolog itt ebben a házban. Jukku Völgyben körülbelül 3-4 ezer, többségében halmozottan hátrányos helyzetű ember él. A Máltai Szeretett Szolgálat az elmúlt években létrehozott itt többek között egy közösségi mosodát, biztos kezdett gyerekházat, tanodát a nagyobb gyerekeknek és nyugdíjas klubot is. Rendszeresen szerveznek családi napokat és közösségi rendezvényeket is. A Jukku Völgyi program vezetője szerint az elmúlt 10 év alatt egy erős közösség alakult ki az itt élők között. Önmagában a 10 év folyamatos jelenlét egy szegregátumban, egy telepen az már magában nagyon fontos, hogy azok az emberek, akikkel itt foglalkozunk, akikkel majd, hogy nem együtt élünk, azok bizalommal tudjanak hozzánk fordulni. És az egyik nagyon fontos dolog az, hogy ez a bizalom, ez már a kialakult. Az emberek úgy fordulnak, úgy jönnek ide hozzánk, mintha egy kicsit hazajönnének. A Máltai Szeretett Szolgálat a jövőben is marad Jukkuban. A szolgáltatások fenntartása, esetleg bővítése mellett fontos feladat a foglalkoztatás növelése a területen.